Önök az Emblén Televízió keddesti híradóját látják. Jó estét kívánok, kedves nézőink! Már is mutatjuk főbb híreinket. Csak a mínuszokat várja a sátoraljaújhelyi műjégpálya, tovább bővítik az öltözőt és a melegedőt is. Interneten lehet szavazni, négy név közül dönthetnek a patakiak, hogyan nevezzék el a város új főterét. Összefogás, tenni akarás jelképe a polgármesterek bora, Tolcsván adták össze a szükséges szőlőt és aszúszemeket a települések képviselői. Már csak az enyhe novemberi időjárás akadályozza meg azt, hogy újra elinduljon a korcsolya szezon Sátoraljaújhelyen. A városellátó szervezet és a Zemplén Kalandpark munkatársai a műjégpálya kivitelezőjének segítségével újra kiépítették a műjégpálya rendszerét. A tavalyi sikerekre alapozva a pálya mellett kibővítik a melegedő és az öltöző épületét. A jégkészítő, jégkezelő rolba mellé egy kisebb pályajavító gépet is készítettek a városellátó szervezet munkatársai. A jégkorcsolya pálya melletti melegedő és az öltöző épületének kibővítésén dolgoztak ma is a városellátó szervezet munkatársai. Igaz, sokan még örülnek a viszonylag enyhe ősznek, a műjégpálya üzemeltetői már csak arra várnak, hogy tartósan 5 fok alatt legyen az átlag hőmérséklet. Energia és pénztakarékosság miatt várják meg a hidegebb időt a kalandpark dolgozói, a rendszer már készen áll a jégkészítésére. Az öltöző épület ez kicsinek bizonyult, éppen ezért a városellátó szervezet kollégái duplájára növelik a befogadó képességét ennek a faháznak, úgyhogy nagyobb területen tudnak majd a kedves vendégek átöltözni, illetve azt a sátrat, amit az elmúlt szezon végén felállítottunk ideként, szóval valószínűleg a szezon elejétől fel fogjuk állítani, hogyha olyan az időjárás, akkor oda is be lehessen húzódni. Nyilván a korcsolyázókat, ahogy visszaemlékszek az elmúlt évre, sem a hóesés, sem a szemerkélő eső különösebben nem zavarta, de a kísérőknek lehet, hogy nem árt, hogyha szabadba tudnak lenni, de mégis fedett helyen. Az elmúlt évben a közönség korcsolyázás mellett egyre több jégkorong csapat vette igénybe a pályát, a legtöbb bevétel is a pályabérlésből származott. Tél végére sok fiatal kedvelte meg a jégkorongot, tavasszal még teremhoki bajnokságot is szerveztek a Kazinci iskolában. A fiatalabb korosztály jégkorongozására idén is kiemelt figyelmet szeretnének fordítani a városban. Már megkeresett minket a Magyar Jégkorong Szövetség, mert elindítanak az idei éven, az idei szezonban egy olyan programot, aminek az a mottoja vagy az a címe, hogy jégkorongot minden műjégpályára. És ösztönözni szeretnék a fiatalok, a gyerekeket, hogy minél többen válasszák ezt a szép sportágat, úgyhogy plusz felszereléseket fog kapni valószínűleg az Zemplén Kalandpark, amit kimondottan a gyerekeknek kell, hogy odaadjon, ezzel is népszerűsítve a jégkorong sportot. A műjégpálya szezonnyitójára újra bajnokságot hirdetnek a jégkorong csapatok között, a diákoknak pedig idén is megmarad a csoportos kedvezmény. November végén kiderül, mi lesz a neve Sárospatak új főterének. A város önkormányzata már korábban várta a lakosok javaslatait az elnevezéssel kapcsolatban, amelyre sok ötlet érkezett be. Ezek közül a Makovecz tér, a Koméniusz tér, a Ködöböc József tér, illetve a Pataki diákok tere volt a legjobb javaslat. Most a város internetes oldalán hirdették meg a végső szavazást. Sárospatak város önkormányzata felhívást tett közzé az interneten, illetve az újságban, miszerint javaslatot kér a város lakóitól az újonnan kialakított főtér elnevezésével kapcsolatban. Egyetlen kikötés volt, hogy a javaslatok kapcsolódjanak Sárospatak történelméhez, hagyományaihoz és kultúrájához. A megadott határidőre nagyon sok javaslat érkezett be. Ezt mindenféleképpen meg kell azonban jegyeznünk, hogy az ingatlan nyilvántartásba a kiválasztott név nem fog szerepelni egyelőre. Ez majd csak akkor következik be, hogyha a főtérnek külön helyrajzi számot fog adni az önkormányzat. Rengeteg javaslat érkezett be a megadott határidőre. A javaslatok között 4 olyan elnevezés szerepelt, amelyet említésre méltónak tartott az önkormányzat. Ez a 4 elnevezés a Makovecz tér, a Koméniusz tér, a Ködöböc József tér, valamint a Pataki diákok tere. Az önkormányzat további szavazásra bocsájtotta ezeket a javaslatokat. Továbbiakban is a honlapján szavazásra bocsátott a lakosság körében, ezért kérnénk szépen, hogy november 25-ig tegyék meg még javaslataikat a lakosok, illetve a honlap olvasói. Az önkormányzat várhatóan a november végi testületi ülésen dönt majd a végleges névről, és ezt a főtér átadó ünnepségén osztják majd meg a város lakosaival.
Az összefogást, a zárt történelmi borvidék egységét jelképező szüreti esemény zajlott Tokaj-hegy alján. A településvezetők legjobb szőlőfürtjeiket és asszuszemeiket adták le a Tolcsván, hogy az állami borászat elkészítse a 2013-as év polgármesterek borát. Idén kettős volt az öröm, hiszen több év után újra készül majd asszúbor is, köszönhetően a jó termésnek. A limitált szériás borokat reprezentatív célokra használják a települések. 14 évvel ezelőtt döntöttek úgy Tokajhegyalja településeinek első emberei, hogy minden évben elkészítetik a történelmi borvidék egészét demonstráló polgármesterek borát. A nedűhöz szükséges alapanyagot, vagyis a szőlőt és asszuszemeket kedden adta össze a térség 27 településének képviselője Tolcsván. Jelképesen összeadnak egy 200 kg szőlőt és 20 kg asszuszemet, és ebből készítenek közösen bort. És ha valóban vendégségbe mennek, vagy vendégeket fogadnak, akkor ez a bor reprezentálja a tokajhegyaljai településeknek az egységét. Sátoralja Újhely is szeretne és csatlakozott is ahhoz a kezdeményezéshez, amely a tokajhegyaljai települések összefogását reprezentálja. Egy ilyen kezdeményezés keretén belül, amikor is a szőlőt, illetőleg az asszuszemeket összeadjuk, és létrehozzuk belőle a polgármesterek borát. A szőlőtermést a vezérigazgató személyesen vette át. Egyben ellenőrizte is a minőséget, amelyet az utóbbi évek legjobb termésének nevezett. Ezt a szőlőalapanyagot, amit itt a 27 település lülőjéből összeadtak a polgármesterek, ebből készít a kereskedőház egy szárazbort, illetve mivel az éven van szép aszú is, ezért aszúbort is fogunk készíteni 2013-ból, és ezt a bort adjuk majd át tavasszal, nyár elején a polgármestereknek, akik ezt reprezentatív célra vagy saját vendégeik megvendégelésére fogják tudni fordítani, úgy, ahogy ezt eddig is csinálták már, hiszen ez a 14. alkalom a polgármesterek borának az elkészítésére. A történelmi borvidék legnagyobb felvásárlója az állami borászat, amely tavasztól új vezetéssel, a minőségbiztosítási rendszer bevezetésével, néhány hete másfél milliárdos fejlesztéssel, valamint a magyar kormány támogatásával erősíti integrátori szerepét a térségben. Most ez a szület is bizonyította, hogy van eredménye az összefogásnak, és nem csak a polgárok fogtak össze a polgármesterekkel, hanem a kormány is összefogott a Tokaj-hegy aljával, és ennek az első eredménye ez a kiváló minőségű szület. Természetesen ez attól is függött, hogy nem, mint sajnos korábban sokszor szeptember elején kezdődött már meg a szület, hanem kivártak, és nagyon nagy minőségű száraz és édesborok lesznek a következő éven. A polgármesterek bora egyedülálló kezdeményezés az országban. A limitált szériás kereskedelmi forgalomban nem kerülő borokból alig pár ezer palack készül. Új ügyfélhívó rendszert vezettek be a Sátoraljaújhelyi postán. A Magyar Posta szerint az új sorszámkiadó beállítása az ügyfelek érdekeit szolgálja és gyorsítja a kiszolgálást. Az itt lakók egy része viszont nem elégedett az új rendszerrel, sok még a félreértés, a postai alkalmazottak segítségére szorulnak. Országszerte már több mint 100 postán alkalmazzák az ügyintézésnél a sorszámkiadó automatákat. Van, akinek még segítség sem kell, másoknak még mindig új az ügyfélhívó rendszer a Sátoraljaújhelyi postán. A Magyar Posta országszerte a legnagyobb forgalmú postákon folyamatosan építi ki a sorszámkiadó automatára építő rendszert. A várakozási idő csökkentése és a hatékonyabb kiszolgálása célja mindennek. Vannak, akik szerint gyorsabban intézik el így az ügyeiket. Nem állunk sorba, és akkor sorra kerülünk, és oda megyünk az ablakhoz, csak figyelni kell. Forgatásunk idején is találkoztunk tanácstalan segítségre váró emberekkel, mások már türelmesen a korábbi sorban állás helyett ülve várták, hogy felvillanjon a saját sorszámuk. A posta közleménye szerint, amennyiben az ügyfél a megfelelő gombot választja, nem fordulhat elő olyan eset, hogy rossz sorba áll be. Ha valaki több szolgáltatást is igénybe szeretne venni, amit egy munkahelyen nem lehet megoldani, akkor a postai alkalmazott irányítja át egy másikhoz. A Sátoraljaújhelyi postán nehezíti az eligazodást az, hogy két folyosón vannak elhelyezve a pultok, így az ügyfél nem tudja, hol fog megjelenni az ő sorszáma. Elégedetlenek. Vannak, akiknél üres, más helyen pedig várakoznak többen. Tehát ez valószínűleg nem így van.
Elsősorban az időseknek jelent problémát megszokni az új ügyfélhívó rendszert, és bár sokan nem úgy érzik, a postai dolgozók úgy tapasztalják, hogy rövidebb idő alatt kiszolgálják az ügyfeleket, mint korábban. Már látványos az új istállók épületének a haladása a Sárospataki Geomilk Kft.-nél. A létesítmény megvalósításában egy pályázat segíti a társaságot. A munkálatokat áprilisban kezdték, és a belső épületrészt várhatóan november végén adják át az állatoknak. A 332 millió forintos beruházás célja, hogy a szarvasmarhák egy korszerűbb, uniós normáknak is megfelelő, jobb életkörülményeket biztosító épületben élhessenek. Már többször beszámoltunk arról, hogy egy új 406 férőhelyes istálló építésébe kezdett a Sárospataki Geomilk Kft. A létesítmény megvalósításában az önerő mellett az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében meghirdetett állattelepek korszerűsítése pályázat megnyerése segítette a Kft.-t. A munkálatok még folynak, a jelenlegi helyzetről az ügyvezető igazgató számolt be. 60, majdnem 70%-os készültségben vagyunk. Már az istállóból magából lassan kiszorulunk a minták, a munkákkal és a külső betonozások folynak. Jelenleg a szeparátorháznak a véglegesítése, külső burkolatok, a felhajtó útnak a megépítése kezdődött el, külső járdáknak az elkészítése, illetve magát a technológiát szerelik. A pihenőboxok már be vannak szerelve, jelenleg a oldalvégő a függönyöket szerelik. A belső munkálatokból hátra van még a ventilátorok és az itatók beszerelése, valamint egy tehén öntöző beszerelése is, amelyet nyáron a nagy melegben fognak majd használni az állatok hűtésére. Terveik szerint a belső részt még az éven átadják a szarvasmarhák számára. Erre azért is van szükség, mert csak így tudják elvégezni a régi és az új istállók összekötését. Hát magát ezt az épületet, hogyha a külső felhajtót megépül, akkor reményeim szerint november vége felé be tudjuk üzemelni, de maga az egész komplet beruházás csak valamikor a jövő év tavaszán lesz kész, mert a régi istállókat össze kell kötni az új felhajtó úttal, és ehhez bizony föl kell szabadítanunk a régi istállókból, mert nem lehet egyszerre benne állat, és nem működhet, vagy folyhat az építkezés is, és ezt meg kell tanulnunk, majd össze kell hangolnunk, hogy ez jó legyen. Az új istálló lehetővé teszi majd, hogy a jelenlegi 80 fős szarvasmarha csoportokkal szemben akár 200 fős csapatot is ki tudjanak alakítani. Ennek előnye, hogy így kevesebb stressz éri a teheneket, és javulhat a tej minősége is. Kitaszítottak címmel Pál László grafikáiból nyílt kiállítás a Sátoraljaújhelyi Városi Könyvtárban. A református segédlelkész diákkora óta rajzol, a portré áll hozzá a legközelebb. Már teológiai tanulmányai alatt foglalkozott a hajléktalanokkal, a társadalom perifériáján élő emberekkel. Első kiállítására Lee Jeffries brit fotós hajléktalanokat ábrázoló képeit rajzolta meg. Nem reprodukciókat, hanem újrafogalmazott képeket láthat az érdeklődő közönség. Pál László 2 éve szolgál a Sátoraljaújhelyi Református Gyülekezetben. A kórházi és a cigány misszió területén dolgozik. Teológiai tanulmánya alatt több évig foglalkozott hajléktalanokkal, kitaszítottakkal. Megismerte szenvedéssel teli életüket, s akkor fogalmazódott meg benne, hogy egy kép többet mond minden szónál. Nem volt lehetősége arra, hogy az általa gondozott embereket megrajzolja, így fotókat keresett. Ekkor talált rá Lee Jeffries angol fotós képeire. Olyan mélyen megérintették a fotográfiák, hogy úgy döntött, lerajzolja azokat. Úgy érzem, hogy megtaláltam azt a témát, amiben én igazán szeretek dolgozni. Amely valóban örömöt jelent nekem. Amely valóban kifejezi azt, hogy mi van bennem, mivel foglalkozok, mint gondolkodom, és hogy kik azok az emberek, akikért én még élek. A kiállítás Nagy Károly Zsolt teológus, kultúrantropológus nyitotta meg, aki azt mondta, hogy Pál László vonzódik a hiperrealizmushoz. Felbontja az arcot, azt akarja, hogy újraolvassuk a képet ráncról ráncra, és akkor megtaláljuk benne a kitaszítottat, de megtaláljuk benne önmagunkat is. Szerinte az alkotó nem egyszerűen lerajzolta a fotókat, hanem újrafogalmazta. Ezek a fényképek nagyon különlegesek, egy Lee Jeffries fotográfusnak a képei, aki ezzel sorozattal lett világhírű.
Érdekes, hogy maga a sorozat is úgy kezdődött, vagy úgy készült, hogy Lee Jeffries találkozott egy hajléktalannal, és annyira megrendítette ez a találkozás, hogy úgy döntött, hogy ő akkor most elkezd hajléktalanokat fotózni. Én egy kicsit problematikusnak látom azt az esztétizáló fényképezési módot, amivel ő megközelíti ezeket az embereket. Ahogy mondtam is a megnyitóban, igazából nem jutunk túl az arc felületen nála. László ezt úgy szűri át, hogy nála túl jutunk az arc felületen, ő felbontja ezeket a fényképeket, felbontja az arcvonalait, és úgy rakja össze, hogy igazából nem tudunk más tenni, mint belebonyolódni a képbe. És hát László abban vezet bennünket, hogy magunkat fedezzük fel ezekben a képekben. Pál László rajztehetsége már kisiskolás korában megmutatkozott. Nem járt művészeti iskolába, nem fejlesztette tovább a középiskolában sem ezt a képességet. Teológiai tanulmányai közben érezte meg, hogy a rajzolás lehet az ő útja. Azt mondja, kiállított portréi az igazság arcai, mely legbelül mindenkiben ott lakozik. A kiállítás december végéig látható. Híradónk végén nézzük főbb híreinket még egyszer röviden. Csak a mínuszokat várja a Sátoraljaújhelyi műjégpálya, tovább bővítik az öltözőt és a melegedőt is. Interneten lehet szavazni, 4 név közül dönthetnek a patakiak, hogyan nevezzék el a város új főterét. Összefogás, tenni akarás jelképe a polgármesterek bora, Tolcsván adták össze a szükséges szőlőt és asszúszemeket a települések képviselői. Kedves nézőink, Önök a Zemplén Televízió híradóját látták. Híreinket újra megnézhetik a www.zemplentv.hu weboldalon is. Ha pedig véleményük, kérdésük, témajavaslatuk van, írjanak nekünk a zemplentv@zemplentv.hu e-mail címen, de hívhatnak is minket a 322-744-es telefonszámon. Mára köszönöm a figyelmet, viszontlátásra!